jelen videóban a testápoló krémekről és a testvajakról lesz szó. Alapvetően a működés belül különbség azt jelenti, hogy ők a testkrémek, tehát a krémek ugyanolyan állagúak az idő elteltével, tehát a bőrünkre kenjük, ott is ugyanolyan állagú, a flakonban is ugyanolyan állagú, és valamilyen módon fel tudjuk használni, és gyorsan hatnak, gyorsabban hatnak. A testvajak ezzel ellentétben sokkal lassabban hatnak, hosszabb távon hatnak, sokkal sűrűbb készítmények, kevesebb is elég belőlük, és a bőrünkre, a testünk melegétől megolvadva, megpuhulva tudnak aztán beszívódni. Ennél fogva sokkal kevesebb is kell belőlük, és sokkal gazdaságosabbak így egy idő után. Minden esetre ezt is érdemes használni, főleg ha tudjuk, hogy milyen összetevők vannak benne. Ebben például a tömjén olaj van nagy százalékban jelen, ami a gyulladásokra nagyon jó, illetve nagyon jó bőrápoló, bőröregedés gátló, illetve a vadnarancs, ami a bőség frissesség képviselője. Emellett van még Douglas fenyő benne, jojoba olaj, avokádó olaj, olívaolaj, seavaj, és így tovább. Tehát rengeteg hasznos készítmény, hasznos alapvető összetevő. Tehát a testvajak és a krémek között lehet dönteni, hogy ki melyiket szeretné használni, ki melyiket tartja könnyebben felhasználhatónak. Használjuk őket.